A középkori templomok tekintetében a Felső-Tiszavidék az egyik leggazdagabb régió a Kárpát-medencében. Nem csak számuk, művészeti értékük is igen jelentős. Az épületek különlegességét többek között az adja, hogy a középkor és a reformáció korának öröksége egyszerre látható bennük. A fejlesztési ügynökség tervei közt szerepel, hogy ebben az évben kibővítik a programot 35 templommal, ezek közül 10-et felújítanak és 23-at látogató baráttá alakítanak. De további pályázatokat is megvalósítanak majd. A megye négy nagy tájegységére épülő projekteket jelent, amiben szintén a turisztikai fejlesztések széles spektruma mellett szintén megjelennek a műemléktemplomok helyreállítási igényei is. Ez egy közel 1 milliárdos beruházási értéket jelent. És mindemellett szeretnénk más irányban is terjeszkedni, hiszen jelenleg tárgyalások folynak Hajdú-Bihar és Bihar megye felé való terjesztés kapcsán, ugyanis ki akarjuk terjeszteni a templomutas programot ebbe az irányba, valamint nem szabad megfeledkeznünk Kárpátaljáról sem. A reformáció korának Szabolcs megyei örökségét bemutató tárlat február 12-ig látogatható a Nyíregyházi Bevásárlóközpont második emeleti folyosóján.